ennyire bizonyosodik majd be. Mesák. Ádám Martint hozta majdnem helyzetbe, aztán Szabó teszik oldalra, Haraszti, be középre, Ádám, gól! A negyedik perc elején az első helyzetből megszerzi a vezetést a Paks, ki más, mint Ádám Martin, a 27. bajnoki gólja, és a negyedik olyan találata ebben a szezonban, amit az Zalaegerszeg ellen szerez. Ez gyors volt. A paksi szurkolók örülhetnek. Haraszti adja a gólpaszt. Sok mindent föl lehet vetni kérdésként. Például, hogy került a labda Ádám Martinhoz, ugye egy Szabó János oszatja. Egyes. Jön az újabb beivel, és ez már jobb. Óriási gól! Ádám Martin. A második fejes gólja Ádámnak. 2-2. Félig elégedetten lehet így már kortyolni. Ami Bödének nem ment néhány perccel ezelőtt fejjel, az most megy Ádámnak ismételten. Megyesével középre, megint az Ete jobb oldaláról kapja a gólt a hazai csapat. Nem sok hia volt talán, hogy de milyen kis... Balog. Nagy. Ádám belekap gól! Ez hihetetlen! Egy perc alatt Ádám Martin kettőt lő a mérkőzésen, már a harmadikat. Megfordítja a meccset, akkor a Paks és újra vezet. Szegény Demén ebbe is beleér, de ezt sem tudja hárítani. Ádám Martin tripla Zalaegerszegen. És megint hazai részről bal oldalról jön a beívelés. A harmadik ilyen gól. Egyedül Pocsis, Vas egy az egyben a védőjével, nem tudja megverni erre rát, aztán visszaszerzi. Vas, Ádám, Nagy. Érkezik Sajmán is előre. Ádám Martin tisztán, 4-0! Csak megszerez egy gólt ezen a mérkőzésen is Ádám Martin. Nem sok lehetősége volt, de ami adódik, az kihasználja. De hát nagyjából erről szól Ádám Martin egész szezonja. A 26. gólja. És egy újabb 4-0-ás győzelem. Itt van még egyszer, nincs les. Ádám Martin tökéletesen lép ki a védő mögül. Szépe volt az, aki beragadt. Nem kérdés. Jó döntés születik. Ádám Martin a 25. gólját szerezheti, és meg is szerzi ebben a bajnokságban. A 24. percben Ádám 11-es góljával megkaparintja a vezetést a Paks. Ezen a találkozón, ahol nagyon-nagyon benne volt a gól mind a két csapat játékában az első percektől kezdve. Nagyon sokat, egy fél-fél időnyit kellett várni erre az Ádám Martin 11-es gólra. Emlékezhetünk ilyen bravúrokra Szappanostól, és Ádám Martin növelheti góljai számát. Ő van ott a labda mögött. A kapuban Szappanos, Ádám lövése, és egyenlít a Paks csapata. A gól király jelölt ismét betalál Ádám Martin. A paksi szurkolók öröme egy-egy tehát a mérkőzésen. Nagyon határozott, nagyon jó 11-es volt ez. És megmondom őszintén, hogy azért Luki csak ráadásul csereként jött be, és mondom, nem vagyok abban biztos, hogy ez szándékos kezelés. És akkor Ádám Martin jöhet a 48. percben, de még az első fél időben. Ádám Martin, és Tordai ugyan hozzáér, de középre jön a labda nagy erővel,
és a 22. gólját szerzi a paksiak csatára. Az előző szezonban Á János 22 gólt szerzett, gólkirály lett Ádám Martin, most jár 22 gólnál. De még jó néhány forduló hátra van, és először a szezon során gólt szerez a Mezőkövesd ellen. 1-0 a Paksnak. Megszerzi a Paksi FC a vezetést. A gól király jelölt góljával. 22. találata ebben a bajnokságban. Ők pedig úgy hívják, hogy... Elfejelni, tehát azért Ádám Martin a fejpárbajokat például nem nagyon nyerte meg. És középpályán is nagyon sok labdát szerez a Mezőkövesd, nagyon agresszívak. Itt viszont most veszítenek egyet, és Megyes betör a 16-oson belülre, középre teszi, és Ádám Martin jön, és begurítja a második gólját. 2-0 az 50. percben. Hát itt most nagyon-nagyon elaludtak a mezőkövesdiek. A 23. gólja Ádám Martinnak. És akkor lehet tovább figyelni azt a sorozatot, azt a sormintát, amit Molnár Matyi is említett a stúdióban, hogy ki a következő, kit fog utolérni Ádám Martin az idén. Itt az első hiba a védekezésben, Farkas aludt el egy picit. Nem volt, és aztán a végén nem sikerült megtartani minimum a döntetlent. Na most ehhez képest itt most vezetnek. Igaz, van még valamivel több, mint 6 perc. Ott a fejes, és ott a gól! Ádám Martin nem húzza ki a Fehérvár kapott gól nélkül. És azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelték a paksiak ezt az egyenlítő gólt. Ki volt centízve, szó se róla, de Ádám Martin nagyon fontos gólt szerez, ugye Kisvárdán nem talált be a kapuba, azt megelőző 8 bajnokin zsinórban igen. Ez milyen szép csúsztatott fejes volt, azt a mindenit. Itt. Lélektanilag nagyon fontos lenne a Paksnak, hogy még az első fél időben tudjon szépíteni. Majd Rihárd. Rövidet rúgja, gól! Hát ez lehet, hogy szögletből gól. Vagy Rihárd extra megmozdulása, vagy Ádám Martin? Lehet, hogy Ádám Martin még a gólvonal előtt belepiszkált, majd megnézzük. És akkor itt van az a lélektanilag fontos gól. Nézzük csak. Jól csavarodik. Hát, majd kikockázzuk. A gólszerző, a 16-os közben... perc, Balog. 11-1 a szöglet arány. Óriási különbség is, gól! Egyenlít a Paks! Megint Ádám Martin. 20 gólos a bajnokságban. Két szöglet, két gól. Ember hátrányban tud egyenlíteni a Paks. Még egyszer Balog szöglete, megint a rövidre jön, ott jól fejelte be Sajbán, és tökéletesen fejezi be Ádám Martin ezt az akciót. Ott lemaradt most Zeke is, lemaradt Csörgő is, Ádám Martin nem. Lehet, hogy nem a paksi játékos, itt Zubkovot láthatjuk a képen. Ugye ősszel 3-1-re nyert Pakson. A Ferencváros Ádám Martin lövése, és egy óriási gól! A 6. percben. Hát ez a találat is szóba jöhet a forduló góljának megválasztásakor. Hihetetlenül eltalálta Ádám Martin. Vezet a Paks. Egy felívelt szabadrúgás. Ádám megnyeri a párharcot, mellé leveszi, és nem nagyon állítgatja. Hát Tibusz... Bognár István élesen a kapu elé, a helyzet, és ott is van a gól. Ki más, mint Ádám Martin. Megvan a 16. gólja Ádám Martinnak a szezonban. Egészen elképesztő sorozat és egészen elképesztő folytatás. Megint előnyben a Paks.
jól jött középre a szöglet, és ott Ádám picit a háttérben érkezett, és neki pont tökéletes volt a labda. Fölugrottak ugyan előtte hárman is, például kinyik, de senki sem találta. Szabó Bálint. Az nem hiszem, hogy kéz lett volna, még hogyha a nézőtérről sokan így is látták, vagy inkább többen. Bognár. Élesen középre is vezet a Paks, Ádám Martin is duplázni tud, nem csak Zimonyi a mai meccsen. Hát Márko Rossi nem hiába jött ki el erre a találkozóra. 17 gólnál jár Ádám Martin. És tényleg ott folytatja, ahol abba hagyta. És a Paks is ott folytatja, ahol abba hagyta. Harmadszor vezet Bognár György együttese a mai napon. Kedves közösségünk megérkezett. Nagyon jó Bognár István passza. Érkezik Bognárhoz a labda. Bognár most emel, még egyel tovább, Ádám gól! De gyönyörű találattal tudja megfordítani a mérkőzést a Paks. Ádám Martin pedig ezen a meccsen is betalál. Először volt olyan szituáció, hogy ott kapta meg a labdát Bognár, ahol ő igazán veszélyes. Már jött is az ívelés Böde felé, aki tökéletesen készíti le utána Ádámnak. Ádám meg az ilyeneket nem hibázza el, ezúttal sem tette meg. Ramadáni. Szabó. Megint egy remek labda Bognártól. Ádám, gól! Deles, mutatja az asszisztens. Megnézzük. Nem egy eseménytelen meccs, ezt gyorsan jelentsük ki, és ezt szerintem ez nem volt az, mert hogy nagy lába, mint hogyha belógott volna, de erre van a modern technika és a vonalazás. Teljesen szétesett az MTK, attól függetlenül ez a vizsgálat most már lezárult, és akkor valószínűleg kapunk egy megerősítést, hogy jöhet a büntető. Ádám Martin pedig már le is tette a labdát a 11-es pontra. És nagyon magabiztosan értékesíti Banaival szemben, megvan tehát a paksiaknak a vezetése. Villámgyorsan a harmadik percben, némi kis videózás után, de igazából különösebb gond nélkül. Ugye a paksiak erőcsatára 15 összecsapás alatt 12 találatot jegyzett eddig, és tette mindezt ráadásul 11 különböző találkozó alkalmával. Úgyhogy Ádám Martin még ehhez egyet hozzátesz, eddig is már a legeredményesebb szezonját zárt a pályafutása során az egykori 21-es válogatott csatár. A Honvéd védelméből, és azért ő hétről hétre jó teljesítményt is nyújt. Tamás Krisztián, pontatlan a passz Zsótérnak, Sajmán teszi tovább, Bognár viszonylag tisztán, de inkább egyből rúgja előre Ádám Martinhoz. Ádám ellövi ballal, hatalmas gól az 5. percben! Ádám Martin a 11. gólját szerzi a szezonban. Egy nulla a Paks javára, parádésan kezd a hazai együttes. Bognár György rezzenéstelen arccal veszi tudomásul, megvan a vezetés. Itt Bognár felnézett, de egyből meglátta Ádám Martint, akin azért ott van két védő. Ő azonban elvállalja távolról. Van két büntetőt rugott, mind a kettőt be is lőtte. 43. perc. Ádám Martin 11-ese, Ádám és be is lövi középre, elmozdult. A kapu bal oldala irányába szappanos, Ádám Martin pedig középre nagy erővel. 2-1. A 12. gólja Ádám Martinnak ebben a szezonban. És hát ugye mondtam az első után, hogy az egyik csapat, akinek még nem lőtt gólt Ádám Martin, az a Honvéd volt, hát most neki. Thank you.
46. percben járunk már. Bognár jobboldali szöglete. Ott a gól. Ott a gól, egyenlít a Paks Ádám Martin. Azért nyilván mindjárt más így bemenni majd a szünetbe a paksiaknak, hogy megvan a szépítő gól. Eleve nagyon veszélyesen tekerte be a labdát Bognár István. Nagyon jó helyre ment a labda. És hát ugye pont arról az Ádám Martinról maradnak le, aki vezeti a góllövő listát az NB1-ben, oda besasszézott, besétált a debreceni játék. Szabó. Úgy jutott el a 300 NB1-es meccsig Szabó, hogy ebből 10 híján az összeset a Paks mezében játszotta. Egyszer Siófokon szerepelt kölcsönben, itt pedig megszerzi a vezetést a Paks együttese. Ádám Martin fejes gólja a 8. percben, egy középre kanalazott labda után szemfülesen. Jó formán az első, igazán komoly lehetőség már is gólt hoz a Paks számára. Ádám nem áll le továbbra is, rendkívül agilis elől. Zöte harcol meg a labdáért, de sikerül még. Bognár Szabót kereste volna, Dárdai. Dárdai elakad a labda, Bognár. Bognár még. Most a beemelés, Ádám veszi le, és pöccinti be az egyenlítő gólt. 68. perc, kihasználja a sokadik helyzetét a Paks, és nem telik el úgy mérkőzés az első osztályban ebben az idényben, hogy a Paks ne szerezne gólt. És az egyébként robosztus Ádám Martin egy nagyon finom megoldás. Maga a labda átvétel is, hát még az, ahogyan eltereli a kimozduló Kovács mellett a labdát. A gólpassz a Bognár érdeme. Picit... Kisvárda azért jó kapcsolatban nincs a VAR-ral, ugye több olyan kiállítás is történt már a szezonban, amikor utólagos videózás miatt állítottak ki egy várdai játékost. Ádám Martin berúgja a büntetőt, a 20. percben egyenlít a Paks. Higgadt volt Ádám Martin, és bepasszolta a bal alsóba. Ezzel pedig megvan a 7. gólja, és Ádám Martin utoléri Ugrai Rolandot a góllövő listán. Azt nem lehet vitatni, hogy Návráti eltalálta egyes színen. Ezt visszanéztük többször is, és a büntető is nagyon magabiztos volt Ádám Martintól. Kevesebb, mint fél óra van hátra a mérkőzésből. Böde, háttal a kapunak. Bognár. Jó kanyarint középre, ott a csúsztatás, és a kapufáról bepattan Ádám Martin fejese. A 63. percben egyenlít a Paks. Ez azért benne volt a levegőben, és benne volt a mérkőzésben is. De jól tartotta meg a labdát, aztán Bognár István beadása tökéletes, és a csúsztatás is az. Csak a gól hiányzik. Gergényi. Hozta. Bognár tovább. Balog. Ez jó kiugratás. Ádám. Ádám elfekteti Demjént. 1-0 a paksiak javára a 15. percben. Az első 13 perc, vagy 14 perc egyértelműen a zalaegerszegé volt. Veszélyes lövések, egy lesgól. A paksiak pedig gyakorlatilag az első akciójukból megszerzik a vezetést. Ragyogó helyzet kihasználás Ádám Martin részéről. Az 5. gólja az idei szezonban, ezzel utoléri Sajbánt, a házi góllövő listai. És nagyon jót tett a csapat lelkének, hogy akkor viszont igen az Újpest ellen. Egyes beadása, ott pattog még mindig a labda, és nem csak ott pattog, hanem ott is van a paksiak vezető gólja, Ádám Martin. Ez azt jelenti, hogy Ádám Martin immár 4 gólos, és villámgyorsan meg is szerzi a vezetést a Paks.
Az a helyzet, hogy lett volna bőven lehetősége az MTK védelmének beavatkozni, de egész egyszerűen nem tudták elvenni a labdát Ádám Martintól, olyan jól fedezte. Ugye itt lehet látni, hát abszolút létszámfölényben vannak az MTK védői, és aztán amikor oda kerül Ádám Martinhoz, egyszer mellel veszi le, egyszer... Eddigi mérkőzésén ennyit kapott a csapat, ez Mezőkövestől egy 3-2-es vereséghez, a Debrecennel szemben egy 3-3-as döntetlenhez volt elegendő. Egy remek indítás Ádám Martinnak, és itt az első helyzet, sőt, a második percben megszerzi a vezetést a Paks együttese. Lecsapnak a paksiak, és az újpesti védelem hibáját középen tátongó hatalmas lyukat kihasználva. Ádám gólt szerez, kevesebb mint 2 perc után, alaposan bekezd a zöld-fehér együttes. Itt tisztázhatnának az újpesti védők, az ellenfélhez kerül azonban a labda, és ott van Ádám a két középhátvéd között, üresen, és ahogy látjuk, ugye habozás nélkül megítélte. De most a VAR kocsiban vizsgálják az esetet. De már befejezték. Ádám lőheti, 45. perc. A kapufáról pattam be. 2-1. Szép itt a Paks. És talán a legjobb kor. Marad azért még, bár néhány őszhajszámos biztosan keletkezett. Együtt kiáltjuk, hogy és a Ádám Martin második gólja. Hát ez nagyon kicentisztik, a még egyszer a büntető. Jó irányba mozdult a Loki kapusa, de... Igen. Szabó Bálint. Ez mellette, 2 perc lesz a hosszabbítás egyébként a fél idő végén. Hú, de jó labda, Ádám Martin 3-0. Paks az első fél időben lerendezi a mérkőzést. A vendégszurkolóknak megérte ennyit utazni vasárnap este. Nincs olyan nagy távolság azért Felcsút és Paks között, de hát mégiscsak vasárnap este 8-kor kezdődött a meccs. Szabó Bálint ott elindul befelé, lepasszolja Bognár Istvánnak. Les nincs, Bognár István meg bepasszolja Ádám Martinnak, aki nagyon hígy.